Február 21-én kísérték utolsó útjára katona Szabó István írót a gödöllői Dózsa György úti temetőben. A temetésen búcsú beszédet mondott dr. Gémesi György polgármester, aki katona Szabó Istvánnak a nehéz időkben tanúsított erdélyi helytállását méltatta. Családod testvéreit a 40-es években már áttelepültek Erdélyből, de te mégis maradtál, hogy éld együtt tieiddel a legkeményebb diktatúra korszakát, és dokumentált az utókor számára. 1986-ban ezen dokumentumokkal együtt érkeztél az anyaországba, ahol akkor még nem volt ismert, mit hoz a történelem a 90-es években. Az általad áthozott dokumentumok feldolgozása rengeteg feladatot adott számodra, megismerése sokunknak segített a tisztánlátásban. Segített megérteni a határon túli magyarság valós sorsát és küzdelmeit. Albert Gábor író, a Magyar Írószövetség egykori elnökségi tagja, beszédében forrásértékű munkának nevezte katona Szabó István életművét. Egy a magyar irodalomban egyedül álló monumentum, mondhatnám így is, egy 20. századi erdélyi monumentum megírásába kezdett. Ennek megalkotását győzte erővel, energiával, a magával hozott az átmentett dokumentumok alapján olyan különös önéletrajzi, politikatörténeti, magyarság ismereti dokumentum legény folyamot tett le a magyar irodalom asztalára, amelyet megkerülni nem lehet, amely önmagában is megáll, de ennél jóval több, mert ugyanakkor forrásmunka is. Katona Szabó István Kézdivásárhelyen született 1922-ben. Tagja volt a román, majd a Magyar Írószövetségnek. 1986-ban települt át Gödöllőre, itt előbb az MDF városi szervezetének elnöke, majd a Remsei Jenő Művészeti Alapítvány ügyvezető elnöke lett. Kezdeményezésére alapították meg a Nagy Sándor Művészeti Díjat és a Bolyai Egyetem Baráti Egyesületét, melynek elnöki posztját is betöltötte. Katona Szabó István 90 éves volt.